értelme ennek a sokszor reménytelennek tűnő küzdelemnek, bár reménytelen volt akkor is, amikor Norbival több mint 20 évvel ezelőtt küzdöttünk, akkor is én mindig úgy küzdöttem, hogy azt gondoltam, hogy győzni ugyan nem fogunk, de legalább hálva halunk meg, vagy legalábbis tiszta lesz a lelkiismeretünk, hogy mi mindent megtettünk a hazánkért. Aztán ahhoz képest nagyon sok sikert elértünk. Tehát a 26 év alatt én egy nagyon fontos dolgot megtanultam, hogy a politikával kapcsolatban olyan, hogy lehetetlen, olyan nem létezik. A kerítésre is azt mondták nekem, hogy lehetetlen. Még maga a kormány is ugye másfél évig. Most ott van. 2006-ban is történtek velünk dolgok, amit senki nem gondolt volna. Mondjuk, hogy bevesszük az állami televízió épületét. Senki nem gondolta volna. Tehát azért én azt gondolom ma már, hogy olyan rossz irányba halad a világ, hogy néhány éven belül akár lehet mi hazánkos kormány a Magyarországnak. Ez nem jó egyébként, tehát nem ez az álmom, de azt kell, hogy mondjam, hogy ha most a mi hazánk mozgalom be tud kerülni a parlamentbe, akkor nyilván három erő lesz a parlamentben. Ugye ez egy matematika, ugye itt megint nem kell Rodolfónak lennem, meg Nostradamusnak. Egyszerűen olyan a választási matematika, hogy ha mi nem kerülünk be, akkor ha nagyon minimális különbség is van jelenleg Fidesz és a balliberális oldal között, a mandátum kiosztásnál az egyik oldalnak nagyon nagy lesz a többsége, akár kétharmados is lehet. Tehát a Fidesznek soha nem volt a magyar lakosságtól kétharmados felhatalmazása. Ilyen a választási rendszer. Ha viszont bent vagyunk, akkor egyiknek sem lesz kényelmes többsége, nemhogy kétharmada. És hiába van 4-5 mandátumos többsége akár a Fidesznek, akár a balliberális oldalnak, minden egyes ciklusban a parlamenti képviselők közül 4-5 az eltűnt. Tehát meghalt, letartóztatták, ugye mindig kevesebben voltak a 4 éves ciklus végére. Nem mehet biztosra semmilyen kormány, akinek mondjuk 4 mandátummal van csak meg a kormányzáshoz a többsége. Kénytelen lesz odafigyelni arra, hogy mit akar a mi hazánk mozgalom. És ez most a fő célunk egyébként, hogy le tudjuk fogni a kormány, bármilyen kormányban kezét a legszörnyűbb magyar ellenes esetekben, vagy törvényjavaslatok esetében, és tudjuk kontrollálni a helyzetet. De azt kell, hogy mondjam, hogy mivel másnak nincs ilyen programja, és jó, a Fideszről sok mindent el lehet azért képzelni. Tehát akár azt is, hogy a hatalma maradása érdekében tényleg elkezdi ezt megvalósítani. Ahogy a kerítés is megépült úgy, ahogy. De hogy őszinte legyek, engem ez nem érdekel. Nagyon sokan megkérdezték tőlem, hogy úristen, nem félek attól, hogy a Fidesz ezt megvalósítja? Hát adná a jóisten. Hát akkor nem nekem kell. Itt most is, most tényleg pont úgy jött össze, most nagyon fáradok, és most itt kell, nem tudom, 4:40-kor nekem ezzel foglalkozni, de persze hazamehettem volna 7 órakor. Éppen néztem, hogy ha már Hódmezővásárhelyen vagyok, hogy Márki Zajt Péternek napi 6 lakossági fórumban fél óra jut egy településre. Csodálkozunk, hogy így zuhan a népszerűsége. De mi értelme van? Milyen üzenet ez az emberek felé? Én, nekem ez az életem, főleg itt, amikor idejövök, hazajövök, itt is voltam már, étkeztem itt, itt vannak a barátaim, akikkel 25 éve együtt küzdök. Nekem ez az életem. Tehát itt vagyok, szédelgek, hullafáradtan, de együtt, önökkel együtt küzdök a hazámért. Ez egy egészen más műfaj, amit mi csinálunk, mint amit most Márki Zaj csinál. Tehát fél óra, ez miről szól? Ez semmi. Komolyan gondolja, hogy megtisztelő az embereket? Nem tiszteli meg. És hát tényleg azt gondolom, hogy mivel nincs programjuk sem a Fidesznek, sem a balliberálisoknak arra, hogy kikecmeregjünk ebből, ami most következik, és amiben már benne vagyunk, és már érezzük, azért amit az elmúlt 2 évben átéltünk, tehát az, hogy maszkban vittük a gyerekeinket az iskolában, az, hogy ma nem tudtam megtankolni az autóban, és kétségbe voltam esve, mert azért nálunk Ásotthalmon óriási távolságok vannak. Tehát az én tanyám a polgármesteri hivataltól, ahol az irodám van, kb. 14 kilométerre van. Tehát Ásotthalom területe 122 négyzetkilométer, ugye a nagy községek közül talán a legnagyobb vagyunk az országban, a városok közül meg ugye a Hódmezővásárhely emelkedik ki szintén az óriási területével. Tehát én itt ilyen 10-20-30 kilométereket mentem a benzinkutak között, és nem tudtam sem Órahalmon, se Ásotthalmon tankolni. Hát éltünk át ilyet? Hát ilyet, amiket mostanában átírunk, ilyeneket nem éltünk át. Kétségbe voltam esetben, hogy fogok ilyen már elindulni? Mert ki fog fogyni valahol a tanyavilágban az üzemanyag. Tehát azért ilyen időket nem nagyon éltünk meg, és ebben a helyzetben
Enélkül a program nélkül katasztrófa felé haladunk, gazdasági, mindenféle szempontból. És én azt gondolom, hogy olyan lesz a helyzet, hogyha nem tesz valamit a kormány, vagy mondjuk van egy balbeles kormány, hát az aztán elefánt a porcelánboltban, meg ők pont ezt szolgálják ki, ezt a tervet szolgálják ki, akkor el fogják zavarni ezt a kormányt, akár Fidesz egyébként, akár balbeles kormány, az emberek fogják elzavarni, itt óriási bajok lesznek, ez meg fog bukni ez a kormány. Tehát anarchia lesz ebben az országban, szó szerint anarchia lesz előbb-utóbb. És abban az esetben, ha most három politikai erő lesz a parlamentben, akkor csak mi jöhetünk. Ott másnak nem lesz már akkor lehetősége. Egyébként mindig volt egy ilyen érzésem, hogy, és valahogy ez mindig be is következett, hogy mindig, amikor mi valahogy az én bajtársaimmal eljutunk oda, hogy nekünk kell irányítani, vagy kormányozni, lásd halom, a világ összes tragédiára ránk szakad. Tehát mi irányítani, az irányítás alatt mi ugye nem azt kapjuk, amit ezek a politikusok kaptak, hogy bársony szék, meg nem tudom, jólét, és akkor néha elmenne a tévébe, mi élet-halálharcot folytattunk. Én emlékszem, amikor polgármester lettem, és 2015-ben például a belügyminisztériumból, konkrétan a belügyminisztériumban felhívták a Móra Almi polgármestert, és elmondták neki, hogy hívjon fel engem meg a röszkei polgármestert, mondja nekik, ez a kerítés építéskor volt, ez 2015. szeptemberében, hogy lezárják a határt, ugye akkor volt a röszkei csata, emlékeznek rá, aznap, vagy a következő napon volt pontosabban, és azt az üzenetet közölték előtte velünk, Röszke Móra Almi és Ásatlan polgármesterével, hogy az összes rendőrnek, fegyveres erőnek a határvonalon kell lenni, határzárt életbe léptetik, olyan titkosszolgálati információk voltak, ugye nemzetbiztonsági információk, hogy támadásra készülnek a migránsok ebben az esetben, ez be is következett ugye Röszkénél. Ásott halomnál egy kisebb próbálkozás volt, de abban még hír se lett, mert azt ott gyorsan sikerült leverni. És az volt az üzenet, hogy az a parancs, ha megpróbálnak áttörni, hogy minden rendőrnek a határvonalat kell őrizni, tehát ha bejutnak, valahol áttörnek a mi területeinkre, akkor oldjuk meg mi a polgári lakosság védelmét. A rendőrség nem fog oda menni, nem lesz rá elegendő erő. Ezzel a telefonnal, most nem akarom már mondani, itt a, valószínűleg az államtitkár volt, engem a Morán polgármester hívott, ezzel az információ, és azt üzenték, hogy oldjuk meg, ahogy tudjuk. Ezt üzeni a belügyminiszter, Pintér Sándor. Na most én álltam, hogy jó, hát azért nekem ugye van egy múltam, tehát én fölhívtam a 64 vármegyéseket, meg az összes régi ismerős mozgalmat, hogy mondom, gyerekek, gyertek segíteni, és akkor megérkeztek, akkor jöttem rá, hogy jó, hogy még a betyársereget nem hívtam föl, mert úgy érkeztek meg a barátaim, hogy tényleg a Mad Max című filmben voltak ilyen jelentek, vagy nem tudom, tehát amikor tényleg már nincs törvény, mert ezt üzente a belügyminiszter, és sorban érkeztek az autók a polgármesteri hivatal előtt, én ott álltam polgármesterként, és jöttek a vármegyések, meg régi magyar-szigetes barátok, állig felszerelkezve, tehát mindenki tereptarka ruhákban, álcakrém. Mondtam, hogy gyerekek, mert én mondtam nekik, hogy hozzatok, amit tudtok. Tehát volt, aki bajonettek voltak, volt, aki baseball ütővel jött, hogy megvédje a magyarokat. És mondtam is nekik, hogy mondom, jó, hát ezt te mondtad, hogy hozzunk, ami van. Volt, aki íjakkal jött, volt, aki egyebekkel, gázpisztolyok, mindent. Úgy nézett, hogy tényleg, mint valami filmforgatásra jöttek volna. De hozzá kell tennem, megoldottuk a polgári védelmet. És például az ásatalmi tűzoltókat is kirendeltem, rendesen, tehát ugye katasztrófa helyzetben, én voltam a tejhatalom irányító, akkor ellenőrző pontokat állítottunk fel, hogyha valahol betörnek, ugye védjük a civil lakosságot, és akkor mondtam a helyi tűzoltóknak, hogy álljanak ki egyenruhába, mert ugye a migráns az egyenruhát fogja talán valamennyire tisztelni, attól talán megáll, komoly fegyverei nyilván nincsenek. Bár akkor derül ki, hogy ásatalmon rengeteg fegyver van otthon a háztartásokban, ugye nagyon sok vadász, nagyon sok vadászunk van, ugye Csongrád megye, hát Norvú biztos tudja, Csongrád megye ugye egyik, sőt, hát nem egyik, hanem a legerdősültebb település vagyunk Csongrád megyében, nagyon komoly vadállománya, rengeteg helyi vadászunk van, rengeteg régi határőr, lakik ugye, mert határőr település vagyunk, és amikor ugye én szóltam a civil lakosságnak is, hogy gyerekek, csak ilyen búvó patakként ment az információ a polgármesteri hivatalba, hogy a gyerekek, rendőrség most nem fog pár napig jönni, ha megtámadják a települést. És így jöttek a hivatalba, hátul álltam az udvaron, és sorban mindenki puskákkal, pisztolyokkal ásottam meg, és mondom, hogy gyerekek, szerintem álljunk le. Tehát ez ekkora baj még nincsen, viszont nagyon jó érzéssel töltött el, hogy
akkor úgy gondoltam, hogy azért háborúba a mi életünkben már nem fogunk keveredni. Most már nem mondom ezt. De azt gondolom, hogy ásott halmon egész jól állunk, hogyha kitör a háború. De azért ilyen helyzetek voltak, és hát tény is való, hogy nagyon úgy néz ki, hogy most ennél durvább helyzetek lesznek, vagy legalábbis van rá lehetőség. És ha mi nem jutunk be a parlamentbe, akkor marad ez a civil forma. Ha bejutunk a parlamentbe, akkor marad, és adná jó Isten, hogy ne ilyen Mad Max módon kelljen Magyarországot majd védenünk, akkor van arra lehetőség, hogy törvényes úton meg tudjuk Magyarországot védeni jó gazdaságpolitikával. De ahhoz azért kell most bekerülnünk, mert nyilván, ha három politikai erő lesz a parlamentben, akkor mindenki számára világossá válik, hogy van egy másik lehetőség. Minden nap hallom az emberektől, hogy még mindig rengeteg magyar ember, bocsánat, rengeteg magyar, hiszen önnek, ja, erre csak annyi a reakció, hogy tökéletesen igaza van, és sajnos az a baj, hogy berögzült inkább, rám ragadt, és tényleg egyébként ezt a Fidesz kezdte, mert én ezen már gondolkodtam korábban, tehát közös hullámoszon vagyunk, én ezen már nagyon sokszor gondolkodtam. Ugye én nekem is vannak ilyen neuralgikus pontjaim, amikor például azt mondják, hogy millió ezerszer volt, hogy újságírókkal kellett így beszélgetni, vagy interjú volt, és akkor mindig mondják, hogy vannak a romák, ugye, ezt szokták mondani, vannak a romák és a nem romák. Hát én nem roma vagyok, én magyar vagyok, nem? Hát ez is ilyen, nem? Mi az, hogy nem roma? Tehát van a cigány, meg van a magyar, nem? Hát én magyar vagyok, kész, ennyi, nem? És őnek egyébként tökéletesen igaza, ez a magyar ember, ez nagyon zavaró, és sokat gondolkoztam ezen, rám ragadt, és őnek igaza van, én is arra következtetésre jutottam, hogy ezt a Fidesz kezdte el. Önálluk láttam mindig ezt a magyar ember. És addig mondja Orbán Viktor, hogy én is már átveszem, mert ezt halljuk a médiában. De őnek tökéletesen igaza van. Szóval azt gondolom, hogy arra lehet egy törvényes lehetőség, hogy Magyarországot talprájtsuk és egy veszélyhelyzetben megvédjük, ha ott vagyunk, mert a mai napig azzal szembesülök, hogy rengeteg magyar nem hallott még a Mi Hazánk mozgalomról. Ugye ez egyrészt tragédia, mert ugye nem tudunk eljutni hozzájuk, hát itt is sokkal több ember lehetne, de nem mi jutottunk el az emberekhez. Hát én tudom, hogy Hódmezővásárhelyen, amikor ugye én fiatal gyerek voltam, 10 éves, én ugye ide jártam nemzeti feltöltődésre, munkásban, nem tudom hova, meg koncertekre, mert mindig Vásárhely volt a nemzeti fészek. És akkor a szegediek is, mi átjöttünk Vásárhelyre. És hát Hódmezővásárhelyen mindenkinek Mi Hazánkosnak kéne lenni. Csak nem tudják. Tehát nem tudják, hogy mit képvisel Márki-Zay Péter, nem tudják, mit képvisel Lázár János és a Fidesz. Vagy inkább úgy fogalmaznék, hogy azt már tudják, csak nem ismerik a Mi Hazánk mozgalmat. De ugyanakkor én azt mondom, hogy ez nem csak tragédia, mert hogyha most mégis csodát tudunk tenni, és ott leszünk a parlamentben, akkor az egész ország a másnap április 3-a éjszakáján fog rádöbbenni, hogy van egy harmadik út. Önöknek köszönhetően fognak rádöbbenni, mert az ugye garantált, az egész ország nézni fogja a tévét. Tehát az mindenki tudja, hogy tudni fogja, hogy mi lett a választások eredménye. És egyszer csak azt nézik, hogy Fidesz, balliberálisok, ugye ott fog, aznap fog leesni mindenkinek, hogy nincs többet olyan, hogy Jobbik. De mindig van egy csomó ember, akinek még nem esett le. Nincs többet olyan, hogy Jobbik. Nem lesz külön olyan, hogy Jobbik, amire szavazni lehet. Olyan lesz, hogy Jobbik DK. Olyan lesz. Tehát nincs olyan, hogy Jobbik. És ott este fog leesni az embereknek, hogy te jó Isten, itt három erő van. Aznap éjjel fog kiderülni. Az a kérdés, hogy vagyunk-e olyan magyarok elegen, akiket nem az algoritmus vezére. Meg tudjuk ezt a csodát lépni, hogy ilyen brutális elnyomás közepette a Mi Hazánk bekerül? Hogy önök el tudnak-e mondjuk még 10 embert magukkal vinni szavazni? Ez ezen fog múlni. Ez ezen fog múlni. De onnantól kezdve mindenki tudni fogja, hogy van egy lehetőség 3 hét múlva. És sajnos jönni fognak azok a következmények, amit évek óta megjósoltam, már itt is van egy része, a gazdasági és egyéb következmények, és akkor viszont mindenki látni fogja, hogy itt van 3 lehetőség. Ha nem jutunk be, akkor valószínűleg menthetetlenül, hát hogy mondjam, menthetetlenül elfogunk a Magyarország. A statisztikák szerint, bocsánatot kérek, vagy a közéletünk, igen. Hát ugye mindig el szoktam mondani, hogy én nem közvetlen kutatásokban gondolkodom. Ez tényleg így is van. Tehát ez nem ilyen szlogen szokott lenni a tévében, hanem én tényleg ilyen vagyok. Nem nagyon hiszek ebben,
De egyébként amiről én tudok, sőt nekem egy kicsit több információm van, mint amit a tévében bemondanak, ugyanis minden párt végez belső méréseket, mi nem nagyon végeztünk eddig. Most ugye mondtam, hogy ebben a három hónapban, vagy három hétben van pénzünk, tehát most éppen tudunk, de azért vannak információink más belső mérésekről, az parlamenti küszöb fölé mond minket az összes ilyen kutatás, de azért nem mernék ilyet mondani, hogy biztos, hogy nem tudom, például azt sem merném kijelenteni, hogy biztos, hogy parlamenti párt leszünk, mert például az utolsó egy hónap, az gyakorlatilag most már csak arról szól, hogy a vitorlángból kifogják a szelet, hogy hogy tudják kifogni a szelet. Ugye hónapokkal ezelőtt elmondtam elnökségi üléseken is azt, hogy a kormány egy hónappal, ez a nagyon régi terv része volt, egy hónappal a választások előtt kinyitja az országot, és azt mondja, hogy megoldottuk a koronavírust, megmentettünk benneteket a vakcinákkal. Ez volt a terv. Ugye erről ma sokat beszéltem, hogy mi volt a Fidesznek a stratégiája. Hát ez azért csak helye közel jött be. Ugye itt mondtam, hogy azért csúszott hiba a számításba, mert a vakcinát és a koronavírus mindenki személyesen tapasztalja. De ez ugye bekövetkezett. Most azt mondják, Csongrádon is, a Csongrádi TV oda jött interjút kérni most, mielőtt ugye jöttem ide. A Csongrádi TV is azt kérdezte, hogy hát most, hogy már az önök fő témája a Covid diktatúra az megszűnt, mi lesz most a mi hazánkkal? Független attól, hogy maga a téma az semmilyen szinten nem szűnt meg. Hát a világgazdasági fórum, meg az egész gazdasági átalakulás az még csak most lesz igazán durva, ami jelenleg zajlik. Azt kell látni, hogy ezek eszközök voltak, a vakcina, a koronavírus, a háború, ezek eszközök. Ezek eszközök, ezeket felhasználják, és sajnos az a baj, hogy emberéletekbe kerül. Emberéletekbe kerül. Tavaly 155 ezeren haltak meg Magyarországon, többen, mint a II. Világháború legvéresebb évében. És mi az, ami történt tavaly, ami indokolhatja, mert úgy, az összes Covid halottat beleszámolik, pedig a végén már mindenkit beírt a Covid halottnak, úgy sincs meg a növekmény. Tehát valami más is történt, ugye egyrészt kiderült, hogy a vakcinákkal nem sikerült megállítani a vírust, ugye terjedt, rendben van. De mi az, ami még több tízezer halottat okozott? Ugye? És hogyha nem a saját édesanyámmal történik az, hogy újra kell éleszteni a szegedi úszodában, a Pfizer oltás után, akkor lehet, hogy nem kezdem el föltárni ezt a részét, de azóta tízezrével jönnek hozzám az olyan visszajelzések, hogy bizony valaki meghalt oltás után, megállt a szíve, összeomlott a keringése három nappal később, egyetlen egy alkalommal soha nem írták be, hogy halál oka, mondjuk a Pfizer oltás. Soha. Egyik esetben sem írták be. Csak azt tudjuk, hogy plusz 50 ezer ember meghalt hirtelen szívmegállásban a tavaly esztendőben. Szóval csak, hogy érezzék, hogy mennyire súlyos ez a dolog. Hogy azt mondják most nekem, Sopronban ott ugye kiszorítottak minket, nem voltak ilyen ügyesek, mint Norbi, hogy sikerült zárt helyet találni, és a főtéren volt a lakossági fórum szakadó hóesésben, múlt hétvégén, és ott meg akart engem támadni egy fiatalember ott a helyi betyársereket, akik feltartóztatták, mert persze testkamera volt rajta, ugye provokációra készült, de azzal akart engem megtámadni, hogy én miért nem állok az ukránok mellé ebben a háborúban. És mondtam neki, hogy mondjon egy indokot egyébként, amire egy magyar embernek most el kéne menni, meghalni ezért a kijevi kormányé, mondjuk Zelenszkijér, ezért a színészér, globalista színészér. Tehát, hogy mondjon egy érvet, mert ők konkrétan Kárpátalján ki akarták írtani még az elmúlt években a magyarokat, ugyanez a kijevi rezsim. Akkor miről beszélnek? Miért kéne egy magyarnak ezért harcolnia? És az a válasz, hogy mert itt nőket és gyerekeket meg embereket megölnek. Na most egy dolgot tisztázzunk. Tehát addig, ameddig nem akarja hivatalos politika, de úgyisten igazából a mi hazánkon kívül senki Magyarországon, föltárni, hogy például az a több tízezer ember valójában miért halt meg, addig nekem itt ne adják elő ezeket a háborús dezinformációs propagandákat. Mert nyilván érzelmekre akarnak hatni, csak közben azok, akik ellen mi harcolunk, azok a valódi okai annak, hogy az emberek meghalnak, akár a háborúban, akár a koronavírus következtében, vagy a vakcinák következtében az elmúlt években. És mi mondjuk az egyetlenek, akik ezek ellen, akik ráadásul ebből az emberek életéből és halálából borzasztó módon meggazdagodnak, mint a Lockheed Martin, a Világgazdasági Fórum cége, a legnagyobb fegyverszállító, akinek most is viszik a fegyvereit nyugatról Ukrajnába.
És hadd tegyem hozzá azt is, hogy egyébként Putyin szerint, persze nem biztos, hogy el kell hinnünk, amit Putyin mond, de ők azt állítják, hogy pont azért robbant ki háború, mert az elmúlt években a Lockheed Martin meg a többi elkezdte fölfegyverezni, az amerikaiak elkezdték fölfegyverezni Ukrajnát. És ők elébe mentek a háborúnak, ők ezzel indokolják. És akkor most azok, akik fölfegyverezték, akik most küldik a fegyvert, amivel egyébként tényleg rettenetes, szörnyű tragédián ott voltam többször, ugye az ukrán határon vittünk, ugye kárpátaljai magyarokat akartunk menteni, mert hallottuk, hogy bűnözői körök egyébként jellemzően cigány bűnözők voltak ott az első napokban, rengetegen, több százan a Beregsurány környékén, a határátkelő környékére, és vadásztak a háború elől menekülő nőkre, gyerekekre, 150 ezer forintért vitték őket Budapestre, egy személyenként, egy gyerek, egy nő, 150 ezer forintért. Azért mentünk oda, Betyársereg is ott volt, Magyar Önvédelmi Mozgalom és a Mi Hazánk Mozgalom, tehát ugye mi testvérszervezetek vagyunk, azért mentünk oda, hogy megtisztítsuk a terepet ezektől a bűnözőktől, mire én személyesen odaértem a barátaimmal, ezek már nem voltak ott, addigra a rendőrség is elkezdte tenni a dolgát, úgyhogy ezek onnan el lettek takarítva. És akkor ugye igyekeztünk azzal segíteni, hogy egyrészt vittünk adományokat, másrészt pedig mikróbuszokkal, mert ugye gyalogosan jönnek át, nem tudnak már autóval, olyan tömeg van, nem tudnak átjönni, gyalog jönnek, nagyrészt nők gyerekekkel, vagy a férfiakat nem engedik ki az ukránok, és hogy nekik segítsünk, hogy ne kerüljenek ilyen dökkesejük kezébe, a háború bámszedőjének a kezébe. Spanyol, két spanyol férfi ott volt, ez például ott az ökumenikus szeretett szolgálattól tudtam meg Beregsurányban, hogy például ott volt éppen akkor két spanyol férfi, hogy fiatal ukrán nőkre vadásztak, akiket azzal, hogy majd ők elviszik őket, mert ugye gyalogszerrel átjönnek a határon, menekülnek, elviszik Spanyolországba, milyen jó életük lesz, és akkor aztán majd rákényszerítik őket valami rabszolgasságra vagy prostitúcióra. Tehát, hogy a háború dökkesejűi ott köröztek. És azt kell, hogy mondjam, hogy vittünk adományokat, kiderült, hogy azok az adományok jelentős részben még csak nem is kárpátaljai, de részben kárpátaljai, többi az pedig Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei cigányokhoz kerültek. Ezt saját szememmel láttam. Na, azt mondtam, hogy jó, akkor nem viszünk oda többet ruhaadományt és élelmiszeradományt, mert utána ezeket árulták a piacon, pénzét tették. Azt mondtam, jó, akkor ezt nem visszük. Illetve utána tényleg azért álltunk ott mikrobusszal, hogy vigyük a tényleg a háború elől menekülőket, hogy ne kerüljenek ilyenek karmányba. Hát többnyire már ukránok, tehát ukrán nőket és gyerekeket mentettünk, mert kiderült, hogy a kárpátaljai magyaroknak mindenkinek van azért Magyarországon rokona, barátja, ismerőse, tehát őket már valaki várta. És akkor ott voltunk egy pár napig, most már igazából nem is vagyunk ott, mert láttuk, hogy kárpátaljai magyarokat nem nagyon kellett ott akkor már így menteni. Persze az ukrán nőket és gyerekeket ugyanúgy elvittük, és biztonságba helyeztük őket, átadtuk őket ott a... Hát nem mondanám, hogy a kormány szervezte, a Beregsurányi polgármesterrel vettem fel a kapcsolatot, mint kollégám, ő szervezte, egyébként fideszes polgármester, de ő szervezte ott helyben, de állami segítséget, amíg én ott voltam, ott nem kapott ehhez sem. Amúgy ez csak így zárójelben teszem hozzá, de egy biztos, hogy hiszterizálni fogják a magyar lakosságot is, éjjel-nappal mutatni fogják képeken a lebombázott gyerekeket és nőket, mármint csak az ukrán oldalon, oroszokat nem fognak látni. 8 éve zajlik Donbászban a háború az orosz lakosság ellen. 8 éve. Soha nem láttak képeket, pedig több ezer civil meghalt. Soha. Az orosz média nyilván csak azt mutatja, de mi itt Magyarországon semmit nem láttunk az ott lemészárolt civilekből, mondjuk a Donyecki és a Luhanszki régióból. Tehát ez egy tudatos háborús propaganda, azt kell látni, rettenetesen sajnálom az embereket, az ukránokat és az oroszokat is, rettenetesen sajnálom őket. Nagyon nem kellene ez a háború. Egész Európának óriási katasztrófát hoz mindannyiunkra. De valakinek rá kell mutatni a valódi felelősségre. És ezt jelenleg a Mi Hazánkon kívül senki nem teszi meg. És sajnos az a baj, hogy benyelik az emberek ezt a propagandát. Most az RTL Klub ugye bejelentette, hogy Zelenszky fiúsorozat kezdődik. Tehát építik a háborús propagandát. Ez fogja most az RTL Klub ugye március, nem is tudom, anyadikáról, mai hírekben van benne, Magyarországon sugározni. 1 millió ember fogja nézni. 1 millió magyar nézi csak a híradót minden este. 1 millió magyart fognak teljesen elkábítani. És ők fognak ránk támadni, hogy mi miért nem akarunk fegyveresen menni a kijevi kormányért harcolni.
a magyar ellenes ukrán vezetéssel harcolni. Akik egyébként bizonyos globalista érdekköröket szolgálnak ki, mint ahogy ugye a videómban mutattam be azt is, hogy a Szombat című lap, tehát a Magyar Zsidó Egyesület lapja írt arról, hogy 2014-ben az egyik osztag, aki ugye a majdani